Mi a véleményetek ezekről a 18 éven aluli együttjárási dolgokról, tehát hogy hogyan kell ehhez viszonyulni, mert rengeteg ilyen sztorival találkozik az ember keresztényeken belül is, kívül is, és sok esetben én azt látom, hogy a szülők sem tudják, hogy most akkor mi is a jó vagy valós válasz. Hát az, aki nem tud várni, tehát van ilyen, hogy keresztények között felismerik a másikba a jövőt. De ha a jövőt ismeri fel benne, tehát nem a pillanatot, és ugye itt egy óriási különbség van, hogy most fölgerjed, és a pillanat kell, és azt kierőszakolja a bármi áron a szüleitől, vagy a másiktól akármi, ugye az akkor ez az egy kategória. Ha másikba a fiatalon fölismeri a jövőt, arról valószínűleg tud beszélni, amellett valószínűleg tud érvelni, akkor a szülőnek is van módja arra, hogy elmondja, hogy ha te még mit csak 16 éves vagy mondjuk, akkor ez a jövő, ez milyen lépésenként tud megvalósulni, és hogyha várni kell erre, akkor azt hogyan tudod megtenni. Tehát valahogy így tudom elképzelni, hogy ez különbözteti meg azt, hogy egy fiatal csak úgy hirtelen felindulásból szeretne együtt járni valakivel, vagy fölismeri a jövőt, de akkor be tudja vonni a szüleit, és lesz egy konszenzus, amiben így megtervezik, hogy akkor ez hogy tud megvalósulni. Így van, tehát az a biztos, hogy ez az őszintesség és a világosság egymással a szülő-gyerek viszonyban ebben nagyon sokat tud segíteni, mert ebből a menekülésből is úgy tűnik nekem, hogy ebben van valami olyan dolog, amiben már nincs az a bizalom, tehát nem? Tehát igen. El akarja hagyni, igen. Ott akarja hagyni, el akar szakadni, mert van már egy lázadás. Igen, mert sok esetben az az általános mondás, hogy ne gerjesszétek fel idő előtt a szerelmet. Igen, de ezt egy józan szülő el tudja mondani, igen, a gyereknek. De mi van, hogy ez felgerje? Nem biztos, hogy az gerjedés. Igen. Ez lehet, hogy tényleg csak egy jövőnek a látása, aha, a másikba, hiszen együtt nőnek föl, és felismeri benne valahogy, amit hát azt csak ők tudják, de akkor az egy tud egy tiszta láng lenni, amit a szülők segíthetnek tisztán is tartani, hogyha ez csak egy felgerjedés, az kell a szülőnek fölismerni, hogy miről van szó, és abban segíteni. Mert minden olyan, ami ez az ammon típusú, tehát ez, igen, a típusú szenvedély, felgerjedés, ez biztos, hogy csak kárt tud okozni. Az a típusú, ami, és ilyet hallottam már én is, hogy akár már 16 éves korukban ismerték egymást, és boldog házasok még most is. Tehát, de nem kapkodták el. Tehát erre kell figyelni, hogy ez, hogyha tisztán tudnak erre felkészülni, abban van egy boldog jövővárás. Nyilván a reménységnek nagyon erősnek kell lenni. És nem együtt járogatnak egyébként. És nem együtt járogatni, nem, mert ott meg ugye az a gond, hogyha együtt járogatnak, akkor nehogy menekülésé váljon ez. Most akár előre menekülés. Igen. Az érzelmek, meg hát nyilván a szexualitás is be tud indulni. Igen. Hát főleg, ha két ember szereti egymást. Igen. Úgyhogy ebben kell a szülői segítség. És akkor még várni kell viszont, igen, ahhoz mondjuk x, igen, évet, hogy igen. Én is voltam most pont egy esküvőn, akik egy iskolába jártak, mindkettő úgy távolról szemlélte egymást, és tetszettek egymásnak, de megvárták, és utána még a gimnázium után is elteltek évek, mire újra találkozott az útjuk. De milyen jó, hogy csak egy emberi volt a szíve, tehát ez lehet szép, de hogyha ugye, hát ez a gyorsan elvett örökség, tehát lehet, igen, hogy az övé, de nem biztos, illetve biztos, hogy ezt nem kell idő előtt elvenni, tehát mindennek van rendelt ideje, ha erről lehet józanul beszélni, akkor az nyert ügy. És akkor érdemes a gyerekeknek viszont ezt úgy a szülőkkel, vagy olyan emberekkel, akikben megbíznak, megosztani, tehát nem ciki erről. Nem, sőt, jobb, nem, hogyha jobb, ha megosztják. Akár tanácsadásban, akár a szülőkkel, kevésbé, hát nyilván barátokkal biztos beszélgetnek egymással, de ugye ebben a korosztályban még igazából nagyon bölcs tanácsokat nehéz adni. Mert talán ez az a korosztály, aki ezt így szégyelli is, nem? Tehát, hogy... Hát, nem, egyrészt, tudom. Egyrészt lehet, hogy szégyelni, igen, másik meg magányabb, lehet, hogy rámenősebb. És sokszor egyébként érdemes ilyen típusú fiataloknak, akik rámenősek és magányok, figyelni a mások, azokra is, akik kicsit óvatosabbak, mert egymástól is lehet tanulni. De az is igaz, hogy minden egy ember más, tehát nem lehet itt kaptafákat alkalmazni feltétlenül. Az viszont fontos, hogy tisztán tudjanak élni, igen, mert a számukra az a védelmet, és az Isten szeretetét fogja jelenteni. Tehát a tisztaság szempontjából, igen, nincs különbség. És szerintem mindezt meg nem könnyíti meg a jelenlegi tömegkommunikáció, amikor azért sokkal könnyebben el is érik egymást, igen, az emberek, tehát hogy már nem leveleznek nyilván, hanem...
Hát köszönjük szépen, tanulságos nagyon ez a kérdés.